Engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel köszöntsem Önöket. Vég László vagyok, a Fidesz Keresztény Demokrata Néppárt sümegi polgármester jelöltje. A mai sajtótájékoztató célja az, hogy bemutassam egyrészt néhány szóban persze magamat is, de főleg a csapatot, akikkel együtt szeretnénk indulni, illetve együtt fogunk indulni az önkormányzati választásokon. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat ide, a Kisfaludi étterembe. Talán néhányan nem tudják, hogy ez egy szimbolikus hely. Azt nyilván nagyon sokan ismerik Sümeg történetéből, hogy a 19. században, a reformkorban volt egy pezsgő szakasza a város életének. Olyan nevek fémjelezték ezt, mint Kisfaludi Sándor, vagy éppen Ramazetter Vince, a város jótevője. De azt talán nem mindenki tudja, hogy ez a hely azért különlegesen fontos, és ahogy mondtam, szimbolikus is, mert itt alakult meg az ország, Magyarország második kaszinója. Tulajdonképpen itt beszélgettek az emberek Sümeg sorsáról, a reformokról. Mert Sümegnek most is újra reformokra van szüksége. Sümegnek fejlődnie kell, így is megfogalmazhatnám, ahogy ez olvasható a programunk címében is, amit már két héttel ezelőtt kézbe vehetett a sümegi közönség. Sümegnek fejlődnie kell, és két tényezőre alapozva képzeljük el ezt a fejlődést, a hagyományokra és az adottságokra. Hála jó Istennek, Sümegen mind a kettőből bőven van. A hagyományok pedig nekünk nagyon fontosak. Nekünk nem halott dolog a hagyomány, hanem életünknek egy olyan kerete, ami valóban értelmessé teszi a Sümegen eltöltött éveket, a sümegi életet. Adottságaink pedig szintén kiválóak. Ezt talán nem is kell ebben a körben magyaráznom. Adottságaink, amelyeket sajnos eddig nem nagyon használtunk ki. Itt beszélhetnék nagyon sok mindenről, kezdjük talán azzal, hogy a turizmus, amire talán a Jóisten megteremtette ezt a várost, illetve amit köszönhetünk városépítő elődeinknek, a turizmus fejlesztése is egy nagyon fontos dolog. A várturizmussal tulajdonképpen nincsen semmi baj, jól működik. Viszont erre a szintre kell felemelnünk a belváros idegenforgalmát és a vallási turizmust is. Sümeg az egyik legfontosabb Mária kegyhely hazánkban, ennek a lehetőségeit sem használtuk ki. Belvárosunkban található a gyönyörű püspöki palota. A püspöki palotával kapcsolatban elképzelésünk az, hogy a keszthelyi Festetics kastélyhoz hasonló szintre emeljük egy olyan objektummá, amelyet látogatnak az emberek, és amelyik hasznot termel a városnak. És arról is nagy örömmel számolok be, hogy ez a program, ami néhány héttel ezelőtt eljutott az emberekhez, egy szellemi pezsgést indított be. Nagyon sokan megkerestek, egyszerű sümegi polgárok is, és sümegi vállalkozók is, ötleteikkel, fejlesztési javaslataikkal. Tehát van szellemi potenciál, és van tenni akarás a sümegi emberekben, és erre szeretnénk alapozni. Természetesen nem csak a turizmust szeretnénk fejleszteni, hanem az ipart is. Talán ennek a fontosságát sem kell külön hangsúlyoznom, hiszen Sümegen sajnos nagyon rossz a helyzet abból a szempontból, hogy sok a munkanélküli, kevés a munkahely. Munkahelyeket fogunk teremteni. Sümeg egy nagyon jó terepe lesz a kormány elképzeléseinek, az újraiparosítási terveknek. Itt valóban van lehetőség erre, és ez irányban kell is lépnünk. Az ipari területünket bővíteni kell elsősorban, vagy első lépésben, és cégeket kell idehozni, munkahelyeket kell teremteni, ehhez természetesen az is kell, hogy a területeket, ha kell, akár ingyen, vagy nagy kedvezménnyel adjuk, és iparűzési adókedvezményeket is bevezessünk, hogy ezzel csábítsuk ide a befektetőket. Nagyon fontos dolog ez, talán a legfontosabb Sümeg életében.
ezzel lesz Sümeg valóban egy pezsgőváros újra, és ehhez kérjük a választópolgárok támogatását október 12-én ehhez a programhoz, amiről már beszéltem többször eddig is. Ha elolvassák ezt a programot, valóban, talán túl részletesen is még egyelőre, le vannak írva elképzeléseink. Ezeket az elképzeléseket ez a csapat tudja megvalósítani a kormány segítségével. Nagyon fontos a Fidesz kereszténydemokrata néppárt és a helybéli civil szervezetek összefogása. Én egyébként a Fidesz KDNP jelöltje vagyok, de elnyertem a támogatását a polgári önképzőkörnek, a vállalkozói baráti társaságnak és a Romazetter társaságnak is. Ez a széles összefogás biztosíthatja meglátásom szerint azt, hogy valóban meg tudjuk valósítani ezt a programot, és egy élhetőbb város legyen Sümeg. És akkor most engedjék meg nekem, hogy néhány szóban bemutassam magamat is, bár nem hiszem, hogy erre nagy szükség lenne, legalábbis a sümegiek körében, hiszen 2006 és 2010 között alpolgármestere voltam ennek a városnak, és egyébként is, hát az utóbbi 15-16 évben részt veszek a város közéletében, mint a Fidesz helyi elnöke. Én itt születtem ebben a városban, gyakorlatilag itt töltöttem egész életemet, azon kívül, hogy Budapesten jártam egyetemre, az ELTE-n végeztem, mint geofizikus, utána néhány évig még dolgoztam Budapesten, de 1994 óta itt élek Sümegen, és azóta még inkább szeretném, összehasonlítva más településekkel, más városokkal és más városok kihasznált lehetőségeivel, hogy Sümeg újra virágkorát élje. És akkor most bemutatnám a csapatot. Az első a sorban Bokk Csaba. Ő képviseli a kereszténydemokrata néppártot ebben a csapatban. Csaba tűzoltó, hivatásos tűzoltó, Keszthelyen dolgozik, de emellett egy vállalkozásnak is a tulajdonosa, amelyik munka és tűzvédelemmel foglalkozik, már most is körülbelül 20 család megélhetését biztosítja ez a vállalkozás, egy igazi aktív ember, aki egyébként már 2006 és 2010 között tagja volt a képviselőtestületnek, szintén kereszténydemokrata színekben. Ő elsősorban a szociális ügyekkel szeretne foglalkozni a testületen belül, a sümegi családok helyzetével, illetve a sporttal. Második a sorban Remete József, ő tulajdonképpen házigazdánk, ennek a gyönyörű étteremnek a tulajdonosa. Remete József, ő a Fidesz színeiben indul, ő egyébként már régóta szintén a sümegi közélet szereplője. Az előző ciklusban, tehát 2006 és 2010 között bizottsági elnök volt, a gazdasági bizottság elnöke az önkormányzatnál. Őróla azt tudom elmondani, hogy az egyik legnagyobb mecénása a sümegi sportnak jelenleg is, és természetesen, mint egy olyan vállalkozó, egy olyan üzlettulajdonos, aki a belvárosban él és dolgozik, és szeretne megélni, elsősorban a belváros idegenforgalma és a belváros fejlesztése érdekli őt, ez áll érdeklődésének és tevékenységének a homlokterében. Harmadik a sorban Meszlényi Dezső. Meszlényi Dezső tulajdonképpen az új ember ebben a fideszes csapatban, a fideszes kereszténydemokrata csapatban. Dezső most már 15 éve él Sümegen, ő egyébként Veszprémből költözött ide a házassága révén, de ebben a 15 évben beilleszkedett, én úgy érzem, a sümegi közösségbe, most már sümeginek vallja magát. Nagyon sokan ismerhetik őt a munkaügyi központban eltöltött évei miatt.
jellemző rá, hogy tényleg mindenkin segíteni akar a munkaügyi központban is, tehát a munkaügyi központot látogató ügyfelek is úgy emlegetik őt, mint akinek az ajtaja mindig nyitva állt előttük, és mindenben segítette őket, ha kellett más jellegű ügyekben is. Ő ezt a vonalat kívánja továbbvinni, mint képviselő, hogyha mandátumot nyer, tehát elsősorban munkaügyi pályázatokkal, a munkaügyi dolgokkal, illetve a munkahelyteremtéssel kíván foglalkozni. Mellettem áll dr. Rédei Zsolt. Rédei Zsolt szintén hát nem ismeretlen, hogy így fogalmazzak, a sümegi közéletben 2006 és 10 között a város fideszes polgármestere volt. Ő most már 4 éve üzemeltet egy ügyvédi irodát, azóta is áll a sümegiek rendelkezésére mindenféle jogi ügyekben, és természetesen emellett is nagyon sok és szertágazó tevékenységet folytat. Hogy más ne mondjak, az Éltető Balatonért, az Éltető Balaton Felvidék Líder Egyesület elnöke megalapítása óta. És tőlem balra állnak a szövetségeseink, akik a civil szervezeteket képviselik ebben a csapatban. Mellettem áll Németh Zoltán Sándor tanár úr, ő népművelő és földrajzszakos tanár, de a gyerekek elsősorban, meg hát a szülők, én úgy gondolom, onnan ismerik, hogy ő szervezi mindig a túrákat, megy a gyerekekkel túrázni, és éppen ezért ő a csapatban az egyik legnagyobb szakértője a bakancsos turizmusnak, szívügye Mogyorósdom fejlesztése, és egyáltalán a turizmus fejlesztése. Mellette áll Kovács László. Kovács László, ő a vállalkozók, a Sümeg Térségi Vállalkozók Egyesületének az elnöke egyébként. 2010-ben választották meg erre a pozícióra. 88 óta él városunkban, és egy könyvelő céget alapított, annak a tulajdonosa, szintén nagyon sokan ismerik, és hát sok ügyfele bizalommal fordul hozzá, de a városban egyébként is ismert közéleti szerepe miatt is. Mellett áll Pap Imre. Pap Imrét szintén nem kell bemutatnom, azt hiszem, nem csak ebben a körben, hanem talán még országosan sem, hiszen az ő története egy igazi sikertörténet ebben a kisvárosban. Ő itt született Sümegen, itt töltötte a gyermekkorát, és aztán 14 éves korában elindult ebből a városból, Budapesten kötött ki, és ott futott be egy karriert, és ezt a karriert áldozta fel tulajdonképpen annak az oltárán, annak az álomnak az oltárán, hogy ő a sümegi várat újra szépé tegye, visszaállítsa az eredeti állapotokat lehetőség szerint, és a sümegi vár várkapitánya legyen. Nos, én azt tudom csak javasolni mindenkinek, hogy olyan elszántsággal és kitartással küzdjön az álmaiért, mint Imre, mert ő 89 óta megvalósította ezt az álmát, egy virágzó vállalatot, vállalatcsoportot épített fel a sümegi vár alatt, a hotelkapitány, a várcsárda, és még sorolhatnám, tulajdonképpen az ő példája lehet számunkra is az iránymutató, legalábbis nagyon sok tekintetben, és számítunk is a szakértelmére, amikor a belváros fejlesztéséről, a belvárosi turizmus fejlesztéséről beszélünk. Végül pedig Kovács András. Kovács András, ő építészmérnök, és a műemlékekkel szeretne foglalkozni, illetve hát foglalkozik is, hiszen diplomamunkáját is ebből írja. Hát ebből következik, hogy elsősorban ő is a belváros rehabilitációval, a belváros fejlesztéssel és a műemlékekkel szeretne foglalkozni, mint képviselő testületi tag. Nos hát, hölgyeim és uraim, ez a csapat, és ez a csapat kéri a sümegi választók bizalmát, mert úgy érezzük valóban, hogy a kormány segítségével ez a Fidesz kereszténydemokrata és a sümegi civil szervezeteket összefogó
vállalkozás, összefogás, ez biztosíthatja azt, hogy valóban eljöjjön újra egy olyan fénykor, egy ahhoz hasonló fénykor, amiről itt az elején beszéltem, ami a 19. század középső harmadában jellemző volt Sümegre, hogy újra régi fényében ragyogjon Sümeg. Tehát ehhez kérjük a választók bizalmát október 12-én. Köszönöm szépen!